80 harukernes diákra tűzték fel a szalagot péntek délután. Szél Levente központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelőnek tanul. A jövőben szeretne érettségizni, ezután pedig épületgépészmérnökként tanulna tovább Debrecenben vagy Budapesten. Szeretnék egy olyan céget alapítani majd a későbbiekben, ha össze is jön, ami egész az országra ki fog terjedni az alapján, hogy a mostani szerelők ugye nem nagyon jutnak el ugye egyébként a magánszemélyekhez, a lakásokhoz, és akkor ezeket tudnám segíteni még jobban. És nem csak a fűtés terén, hanem akkor esetleg a víz, gáz és akkor bármi egyéb, amit be tudok segíteni, esetleg szervizeléssel is. Az eseményen elhangzott, a szalag az összetartozás jelképe. Krizsán Attila, a Harukkern iskola igazgató helyettese kiemelte, ma már bármilyen életkorban lehet tanulni. Ez bizonyítja, hogy több mint 500 felnőtt képzéses jogviszonyban álló diákjuk van. Ők felismerték azt, hogy minél több ismeret birtokában vannak, annál sikeresebbek lehetnek. Mi a szakmai ismeretek átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre és az emberi értékek, az alapvető emberi értékek közvetítésére, és útravalóul azt szoktuk kérni a tanulóinktól, hogy mind a munkavilágában, mind a civil életben, a családi életben a Harukkernhez méltóan álljanak helyt, büszkék lehessünk rá, hiszen ez jelenti az itt dolgozó kollégák munkájának a legnagyobb elismerését is. A most több hónapos felkészülésbe kezdő diákok jelentős része nem búcsúzik el végleg az intézménytől. Sokan jelezték, hogy a sikeres érettségi vagy szakmai vizsga után visszamennek másodszakmát szerezni, vagy érettségizni.